Marosvásárhelyen tartott gyakorlati eligazítást a Startup Nation program nyerteseinek Ilan Laufer, az üzleti környezetért felelős miniszter. A programon az üzleti és az egyetemi szféra képviselői is részt vettek. A Startup Nation program résztvevői kérdéseket tehettek fel, amelyre az illetékes intézmények képviselői válaszoltak. Elsősorban közel szeretnénk lenni az emberekhez, a fiatal vállalkozókhoz, akik úgy döntöttek, hogy részt vesznek a Startup Nation programon. Ez egy építő találkozó volt, amelyen kérdésekre válaszoltunk, gyakorlati tanácsokat adtunk. Mindezt azért tettük, mert azt szeretnénk, hogy a sikerráta minél magasabb legyen. Országos szinten több mint 10 000 új vállalkozás létrehozását segíti a projekt, Maros megye a középmezőnyhöz tartozik. 1990 pályázónk volt, aminek körülbelül 600, úgy néz ki, hogy nyertes lesz. Már ebből a 600-ból körülbelül a többi felével alá is írtuk a szerződéseket. Most Maros megyét illetve ebből a 600 nyertesből valahol majdnem a 300-nál vagyunk, vagyis ebből a három megyéből majdnem úgy teljesített, mint Hargita és Fehér megye. Azt remélik, hogy ez a térség fejlődésére is kihat majd. Maros megye életében egy fontos pont lehet. Nagyon jól tudjuk, hogy a vállalkozások a gazdaság és az egész társadalom motorjai, és mindazok a fiatalok, akik főleg újabb vállalkozást kezdtek, azok biztos nem abban gondolkoznak, hogy hol keresenek munkahelyet határon kívül, hanem megpróbálnak itt megélni. A gyakorlati eligazításra az ország további 7 településén is sor kerül.